Mi ez? Ez az a remix, amit elkezdtem. Franz már az őbe. Na, mit akarod ezzel? Tudtad, hogy van egy hasonlóság ebben a zenében, ami rögtön utal egy másik zenédre? Mi? Hát a dalamvilága nagyon-nagyon utal. Melyik zenére? Nem tudom megnevezni, mert ezernyi zenéd van. De... de utána az ki fogom kerülni. De ezt sem bírod rendesen tartani már. Rá, jó, rendben. Akkor rendesen tartom. Jó, rendes ember leszek. Te mindig is egy rendes ember vagy. Igen. Ó, basszus. Jó, erre nekünk tényleg nincsen szükség. Igen. Na, a lényre rátérek. Rátévedsz inkább. Megint ez a... basszus, nagyon szeretném kikerülni az őrzést. Mondom, ebből nem rátérés, ebből rátévedés lesz egyszer csak. Jó. Akkor rövidre fogom, nem lesz fél órás. Te vagy a fél órás. Apa, ha neked fél óra kell, akkor... Jó. Akkor jó. Ha valamivel megbántottalak, akkor jó. Megint ez a... de utálom. Hogy jön ez ki automatikusan az emberből? Nincs mit mondani ilyenkor, hogy ő. Helyzetjelentés? Vagy mi a bánat? Ez a ő. A space helyett használjuk az őzést. Na ezt hallgattam, nem volt rossz. Mindjárt eszembe jut, hogy melyik zene. Tehát nem lehet hallani a basszust. Tök mindegy. Már megint. Jaj. Saját magam fog kikészülni a saját magamtól. Basszus. Jó, ezek ilyen vállalhatatlan pillanatok, szóval. Mindegy igaz. Senki nem merné az ilyet felvállalni. Még mindig olyan párti vagyok, hogy ezt nekünk nem kell. Ne erőltessük, ami nem megy. Jó. Alapítsuk egy új pártot. Rendben. Magyar pártot. Jaj, de jó. Ez egy jó téma. Okay, a lemondás pártja. Mindenről, ne szavazzunk senkire. Plusz, ne legyen senki, aki indul. Minden életszükségletről, minden, ami fontos lehet az emberi élethez, vagy bármihez, mindenről lemondunk. De a politikusokról is. Ne induljon senki sehova, ne legyenek lemondunk plakátok. Lemondunk arról is, hogy mi párttá alakuljunk. Igen, nagyon jó. Tudod, minek vagyok a híve? A királyságnak. Lemondunk a királyságról. Lemondjuk a királyt a trónról. Én mondjuk pont azt elismerem, hogy ez egy működőképes dolog volt még valamikor. Amíg nem mondták le. Így van. De tehát lemondunk. Rendben, milyen rendszer szeretnél? milyen rendszerek vannak? Van a... Nem, te miért szeretnél, hagyjuk már. Diktatúra, demokrácia, én tényleg nem tudom pontosan, hogy mik vannak, diktatúra, demokrácia. De mi a demokrácia például? A demokrácia? Számodra? Az, hogy a nép által megszavazott dolgok kerülnek életbe. És a népet utána kifosztják, és nem tehetnek ellen semmit. Jó, ez a magyar demokrácia, de a demokrácia a fogalma egyébként ezt jelenti. Ne viccelj, mert mindenhogy így működik. Szarok rá, hogy a fogalmát mondom, hogy valójában mit nevezünk demokráciának, de a szavazhatsz. Diktatúra pedig azt jelenti, hogy a teljes diktatúra, hogy egy ember mond meg mindent, és annak nem lehet ellenszegülni. Tehát ez a mai demokrácia. Valami ilyesmi, biztos, nem tudom, apa, ne meséljünk már az összeesküvés elméletekről! Bazd meg! Te! Basszam meg! Igen, csak nem akartam kimondani. Jó van. Figyelj ide, ott tartottunk, hogy milyen rendszert szeretnénk. Tehát ja, igen. Mondjál meg, mi van összeset. Még. Nem, de én kíváncsi vagyok, mik vannak még, mert akkor válasszunk. Jó, tehát figyelj. Valamit keverjünk. Az a demokrácia, amiben... Még mindig nem ezt kérdeztem, hanem mik vannak. Felsorolom. Igen? Jó. Tehát a jelenlegi demokrácia, amely az emberek hisznek, hogy lehet választani innen, onnan, amonnan szavazhatnak, el van velük hitetve,
Na jó. Mindig nem azt mondod, hogy milyen rendszer. De föl fogom sorolni. És de mindig, most sorolt föl, mindig, erre nem jó, vagyok kíváncsi. Jó, rendben, akkor van az áldemokrácia, ami valójában diktatúra, de lehet pofázni. Basszus, még mindig ugyanazt mondod. Mi lenne, ha befejezhetném a mondataimat? De azt mondom, amire, amire válaszolnod kell. Hát jó, akkor kezdjük az elején. Hopzik a számít tőled, nem tudom én. Nem lehet ezt jó, oké, okay. Van a diktatúra. Azt nem kell elmagyarázni senkinek. Ott, de egyébként a lényege... Ó, hagyjuk. Jó, rendben. Hagyjuk. Mit csinálsz? Én semmit. Én visszavonulok az életemtől. Lemondok az életemről. Figyelj ide! Mindig azt kell megvizsgálni, hogy kit nem kapsz szabad... Kapsz egy ilyen dönködőt, és akkor legyél boldog. Kit nem szabad kritizálni. Tehát régen a Krádát nem szabadott kritizálni. Onnan lehet tudni, hogy ki volt az ura a rendszernek. Most, akiket nem lehet kritizálni, plusz... Az én vagyok. Nincs mit kritizálni rajtam, én tökéletes vagyok. Igen. Mondani akartál valamit? Basszus. Valószínűleg az van, hogy agyösszeomlásom van. Agyösszemosódás. Nekem már ilyen pépesített, tehát ilyen mixerrel valaki belenyúlt a fejembe, és összemixelte a... Meg ilyen kis cseréptörmelékeket rakott fel. Igen, igen. Dekorációnak. Igen. Akarsz még valamit tudni a demokráciáról, a diktatúráról? Jó, akkor beszéljünk arról, hogy milyen rendszert akarunk. Igen, miért szeretnél? Miért? Pirosat. Nem. Jó, most ez félreérthető volt, mert az, az olyan, mintha kommunista lennék, de amúgy azt sem tudom, hogy mi az a kommunizmus. Lényegében szarok rá, hogy mi a kommunizmus. Lehet, hogy tanították az iskolába, de... Milyen rendszert szeretnél, bazd meg? Milyen rendszert? Ahol engem mindenki szeret. Ó, bazd meg! Az én vagyok. Te vagy a rendszer? Én mindenki vagyok. A szisztem? Szisztematikus. Nem, kapun belül... Család vagyunk, így aztán bármit tehetsz. Kapunk vagy család. Nem, hibát elkövethetsz, és nincs olyan szintű felelősségre vonás, mint ahogy a társadalom diktálja. Akkor egy olyan rendszert, az én pártom, mivel lemondás, mindenki mondjon le mindenéről az én javamról. Ó, basszus. És Tordján József? Ő is mondjon, adja nekem mindenét. Te figyelj már, 20 éve... propagálják, hogy mondjon le! És változás, nincs változás, tehát valaki, ha le is mondott, jaj, mert mostanában Orbán, meg Geci, meg akármi, tehát most hisznek az emberek abban, hogy na majd megbukik, faszomat fog megbukni, egy totális diktatúrát fognak kiépíteni, amihez asszisztál az ellenzék. Mert ugyanaz a csapat. Inkább megeszek egy citromot komolyan. Jaj, az nem rossz ötlet. De rossz ötlet. Akkor most ide akarsz? Milyen rendszert akarsz? Citromod? Nem, adjál pénzt. Mit akarsz a pénzzel kezdeni? Tényleg, mit akarsz a pénzzel csinálni? Elköltem. Mi lenne, ha sok pénzed lenne? Mihez kezdeni sok pénzzel? Mihez kezdeni? De az első dolgod mi lenne? Építenék egy űrállomást, kiköltöznék rá, megnyomnám a piros gombot és elhúznék a picsába. De ott kint végleg, mit csinálnál? Végleg. Egyedül? Vagy nem. Kivel? Kivel? Nem, mit tudom, pár egyedül? Ember. Pár ember. Pár ember, mint a haverok. Ki? Ha, be, ő is. Mert megbeszéltem vele ezt egyébként. Ők is. De melyik? De... Melyik csaj? Mondj egy csajt. Pár pillanat nincs olyan csaj, akit most hirtelen így rámutatnék, hogy te, de mit tudom én. Hát... Vinnél valakit magaddal? Persze. De ki az? És milyen értékek alapján? Milyen értékek alapján? Igen, ez fontos tényező. Hát egy életre szól, ha a földet magad mögött hagyod felrobbantva. Tartok neki egy ilyen egy kilövő kapszulát, amivel visszament a földre. Ami már nem is létezik. Amit már akkor kilőttünk, mikor mielőtt megkérdeztem volna. Na jó, melyik csaj? Mondom, hogy nem tudok most olyat mondani. Akkor tényleg? Milyen értékek alapján választanád ki? Ez a van-e kedved? Tehát belemész-e a dologba? Nincs visszaút? Ezt megmondanám neki, és hogyha azt mondanád, hogy jön, akkor jön. Ha nem, de basszus, nem. Onnantól kezdve annak a csajnak már vége csak te életének, vagy. Vége az életének, vége az igen, életének. Igen, igen, igen. Kint vagytok az űrbe ketten, vagy mondjuk akárhányan, de vegyük... Hát mondjuk úgy tizen. Vagy vegyük tudom. Például azt, hogy csak ketten, mert nem akarok a magyarról tudni. Az úgy, mi? Nem akarom belevonni a témába. De ezt most hogy értetted? Mert ez félreérthető volt.
Úgy értettem, hogy én elképzeltelek téged és egy csajt, és mást, például egy másik férfi, nem akarok belevonni a témába, csak ennyi, tehát semmi komoly. Igen. Tehát, vegyük alapul, hogy te és egy csaj kirepültök az űrbe, felrobbantottad magad mögött a földet, és utána mi következik? Mi csinálsz ott kint? Ez egy jó kérdés. Bulizás, bulizás vagy. Figyelj, de mi a faszomat tudsz bulizmozni? De nekem rengeteg pénzem van. Mi a kezdet csinálni a pénzeddel, bazd meg, kint a világűrbe, ahol nincs is, érted? Nincs ez a rendszer, ami a pénzt mondjuk alapul veszi. Mindent megveszek, tehát mivel rengeteg pénzem... Semmit se tudsz venni a világűrbe, bazd meg! Én mindent először... nem utólag, mi az ellentéte az utólagnak? Anyád! Ez le fog előzőleg fölrakok mindent 20 évre előre menőleg, amire szükségem lehet. Tehát előre megveszed? Mindent. Jól van. Mindent. Hú, lehet, hogy